A kunszentmártoni járási ügyészség jármű önkényes elvételének büntette és fogolyszökés büntette miatt emelt vádat azzal a 22 éves öcsödi férfival szemben, aki egy öcsödi parkolóból egy nap alatt két autót is elvitt azért, hogy azzal környékbeli településekre utazzon, majd amikor a második autóval közlekedve a rendőrök igazoltatni akarták, ő menekülni próbált, de elfogták, azonban ezután az őrizetből megszökött. A vádirat szerint a 22 éves férfi 2022. június 17-én a hajnali órákban Öcsödön egy parkolóban álló, nyitott állapotú, műszaki hibás személygépkocsit a tulajdonos tudta és engedélye nélkül úgy vitt el, hogy a járműben hagyott indító kulccsal azt beindította, azért, hogy azzal Cibakházára menjen a munkáltatójához elkérni a munkabérét. A férfi a gépkocsival Öcsödön közlekedett, hogy felvegye az élettársát is, és együtt menjenek el Cibakházára. Azonban a gépkocsi a műszaki hibája miatt üzemképtelenné vált, így a férfi azt egy öcsödi ingatlan előtt hátrahagyta. A férfi ezt követően ugyanezen a napon reggel 6 óra körül visszament ugyanabba a parkolóba, ahol hajnalban már járt, és onnan egy másik, szintén nyitott állapotban lévő személygépkocsit a tulajdonos tudta és engedélye nélkül a járműben hagyott indítókulccsal beindított és elvitt. Ezután a gépkocsival Cibakházára, később Szentesre közlekedett, végül az útközben felvett élettársával már visszafelé tartottak, mikor a gépjárművet Kunszentmárton közelében a rendőrség ellenőrizni szerette volna. A férfi ezt észlelve a gépkocsival egy buszöbölben megállt, és abból kiszállva elfutott a rendőrök elől. A férfit még ugyanezen a napon 20 óra körül őrizetbe vették, majd a fogdába kísérés során számára engedélyezték, hogy a rendőrség udvarán dohányozhasson. A férfi ezt kihasználva a vezetőszárral ellátott bilincset ismeretlen módon eltávolította a kezéről, majd az udvar oldalsó kapuja felé futott, azon átmászott és elszaladt. A férfit a rendőrök a következő útkereszteződésben érték utol, kezeit hátra bilincselték és visszakísérték az épületbe. Az ügyészség a többszörösen büntetett férfivel szemben börtönben letöltendő szabadságvesztés büntetés kiszabására és közügyek gyakorlásától eltiltására tett indítványt a vádiratában. Az ügyben a Kunszentmártoni járásbíróság fog dönteni, a férfi letartóztatásban várja a döntést.